A 19. században a szerelem testi vonatkozásai még nem voltak az irodalom fókuszában. Nem úgy, mint napjainkban. Hogyan gondolkodott és írt erről a témáról a költő, aki szókimondó népdalokon is nevelkedett? Erről egy olyan szakembert kérdeztem, aki jól ismeri az akadémia kézirattárának és Arany János kevésbé ismert szövegeinek titkait is. Arany Jánosról nagyon elterjedt az a legenda, hogy rengeteg olyan műve volt, ami pikáns volt. Hogy maradhatott ez fent, vagy mi ennek az alapja? Valaki látta ezeket a verseket, azt hiszem. Lehet, hogy maga Vojnovics Géza terjesztette, aki Arany Menyének volt a második férje. Őt tartotta a hagyatéknak jelentős részét a villájában, a Vojnovics villában a Gellérthegyen, csak a második világháború során bombatalálatot kapott kettőt is, és megsemmisültek. Sok minden megsemmisült, és ezek közé tartozott, ha minden igaz, Aranynak a pajzánabb verseit tartalmazó gyűjtemény is. Ugye ez, amiről beszélünk most, ez a Toldi szerelme. Eleinte a műnek az volt a címe, hogy Daliás idők, és annak is két külön kidolgozását ismerjük. Ez pedig nem más, mint az első kidolgozása a Daliás időknek, amiből ebből a részből egy árva szó sem került be aztán a végére. Arról van szó, hogy ugye Toldi elkíséri a lengyel király udvarába a magyar királyt, és nagyon megtetszik neki a lengyel király szeretője. Vége a bulinak, Toldi otthon fekszik egyedül az ágyban, hát otthon ugye még Lengyelországban. Ebben a pillanatban megjelenik egy idős asszony, aki üzenetet hoz, tudnék elviszi valahová Toldit, aki bebocsátatást nyer egy különleges házba, azon belül is egy különleges helyiségbe. Azt írja, hogy nem volt abban ágy, szék vagy más cifra holmi, mint az ilyen házat szokás bútorolni. Már ez is, mint az ilyen házat. Ugye, ilyen házat, ugye? A félenő. Értjük, miről van szó. Közepéről egy mécs rózsaszínű lángot, piros üvegen átterjeszte világot. Ez egy piros lámpás ház tulajdonképpen, ha úgy veszük. Hát lehet, hogy csak egy ügyfele van, a király. De hát Arany nem csinál titkot abból, hogy miről beszél. De hogy szerintem különösen bűvályos, hogy itt sem tagadta meg magában a szemérmességet. A szemérmességet sem, nagyon is nem. Legkevésbé sem tagadta meg már a végén. De a népi költőt. Mert a hasonlatai. Tehát belépünk egy ilyen, mégiscsak egy nyilvános házszerű intézménynek a buduárjába, és mihez hasonlít ez a lámpafény? Így néz vissza a nap, mikoron az esti felhőkkel a tájat bíbor színre festi, mondja Arany. Fedezi a földet bolyhos bársony szőnyeg, melyet a láb érez puha friss mezőnek. Tehát teljesen ilyen agrár hasonlatokkal jön elő tulajdonképpen. Tehát ez egy elképesztő hely, ahol tükrök, örökzöldek, fürdő várja ugye a látogatót, mégpedig hogy várja. Lábait az ezüst medencében tartja, csekély öltözet van hideg ellen rajta, pongyola szabású ritka fehér kelme, gömbölyű termetét kimutatja sejme. Hát nem egy ilyen durva farmer, vagy nem tudom milyen öltözik, hanem jól követi a vonalait. Arany hozzáteszi, hogy termetét egészen. De színét is félig. Tehát jó átlátszó. Ez az a kor, amikor a társadalmi és a művészi élet is szigorú szabályok között zajlott. Aktokat például csak allegórikusan ábrázoltak. Ezért érdekelt, hogy Arany János meddig merészkedett egy pikáns jelenet megírásában. Jön Toldi, ott ül a nő. Nyilván csábítóbbnak tűnik, hogyha szolidnak mutatkozik. Első gondja volt, hogy mellét betakarná. Zárója, mutatta legalább, mintha ezt akarná. Szemérmesnek látszó szempillái alatt ravaszul leskődött a hamis gondolat. Ugye megvan a kulissza, megvan a két szereplő, most már várjuk a cselekményt. Hát zavarodva Toldi még mindegyre ott áll, asszonyom, hadd értsen, mi végre hivattál. Mondja, hát lássuk be, marha maflán. De hát erre hamar rájön ő is, mert Arany így folytatja, de hamar megbántatjuk kérdését szégyellve az asszony hangos nevetését. Tehát kinevette a nőt. De veszi alapot a nő, mert azt mondja, hogy azért hivattalak, mondta neki Eszter, hogy ezt a medencét lábam alól vedd el. Mindössze ennyi szolgálatra kérlek téged. Ugye
Oda menne Miklós, mondja Arany, térdeit a kőre, lebocsátál frissen a márvány lépcsőre. Most éljük bele magunkat ebbe a helyzetbe. Tehát ott ül ez a lenge ruhába, ez a illatos nő a hintába, áztatja a lábát, a kérgeskező véráztatta mezőkön szocializálódott Toldi oda megy, most mit csináljon? Fehér lábacskáit rózsaszínű habban megtalálta, és kezdi mosogatni abban. Hát ugye azért ő sem volt kőből, tehát mielőtt elvette volna ezt az edénykét, hát csak megmosogatta azt a kis lábacskát. Te mi alatt? Piros szép körmeit mosta, mert persze pirosa volt tilakozva a nőnek a minden körme. Eszébe jutott az ártatlan piroska, ugye Rozgonyi piroska. Én meg azt mondanám, hogy itt Arany Jánosnak Ercsei Julianna jutott az eszébe. Tehát, hogy mit fog szólni az asszony, hogyha ezt elolvassa? Na, mi történik ezután? Felkapá az edényt, maga is felállván. Nagyon fontos, hogy figyeljük, hogy mi történik. Tehát fogta az edényt, amiben Eszter addig a lábát áztatta. Ugye az edényt kétfelől kőlányok tartották. El lehetett venni, maradtak a szobrok, ő elvette az edényt. Tehát felkapá az edényt, maga is felállván, Eszter pedig most a kőleányok vállán pihentette lábát. Figyeljünk, jól, miről van szó. Amelyek ott elől, hogyha nagyon hülyék vagyunk, Arany megmondja, hogy miről van szó. Tehát amelyek ott elől, a medencét tarták lámmondám két felől. Ajtóablak helyzet, ugye, hogy így van. Így ült mosolyogván a Toldi szemébe. Hanem a vitéznek komor lett a képe. Adta bestiája, káromkodik, és neved, szeme közé önti a sok szappan levet. Na, így tért magához Toldi Miklós és Arany János, és úgy húzta ki ebből a változatból, hogy nyoma nem maradt a jégsőben. Szerintem ez Arany erotikájának a csúcspontja. És ez nincsen már benne a végleges? De nincsen. Egy szava sem? Egy betű sincs benne. És hogyha ennyire sokat bíbelődött vele, és még a szemérmességét is megtartott, akkor miért szedte ki belőle? Én azt hiszem, arról van szó, hogy Arany nagyon hamar felismerte az ő jelentőségét, és azt a szerepet, amit neki a magyar irodalomban Toldi Ferenctől kezdve Gyulai Pálig szántak.